Itt még nem tudjuk, hogy milyen jót fogunk nyaralni. Még kivel jól áll neked a zöld így? Háttérbe is a pulóvered is. Igen. Rügyezel. Két napot fogunk tölteni Pariban, utána lemegyünk Alboreloba, az nekem egy bakancsista volt, és hát körbejárjuk ott a környéket egész délen. A csizmának a sarkát megpróbáljuk körbeutazni. Remélem, hogy mindenki látni fogja a szempillámot a videóban. Igen. Megbeszéltük, hogy ma nem eszünk. Nem megyünk. Mármint itt a reptére nem eszünk, úgyhogy megyünk egyenesen a géphez. De tudjátok, mit elárulok? Eszünk, csak nem veszem föl. Akkor legyen így. Hova? Igen. Sajnos itt is esik most az eső, de csak mára mond eső. Nem mutatod, hogy hát ez a Vanessa meglepetése volt neked. Megérkeztünk Máriba a reptérre. És itt nem foglaltunk külön transzfert, mert 2 euróért? Igen, 2 euróért, 4 euróért per fő. Helyi járat van, ami közvetlen belész a központba, és nekünk ott a szállásunk, úgyhogy és egy ilyen kis buszon megyünk, fiúk ott ülnek hátul, akik jól végezték dolgukat. Esik az eső, illetve a szemerkél, de holnaptól már jó időt van, úgyhogy 2 napot itt töltünk Baliba, aztán indulunk tovább oda, ahova én nagyon-nagyon vég volt a szeretnék elmenni. Itt vagyunk a hotelben, mi már, mint tapasztalt bári utazók, másodszorra vagyunk itt, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy a vasútállomáshoz közel, ez a legközpontibb hely itt, 2 utca jobbra-balra van, az visz fel az Oldvárosig, úgyhogy 2 éjszakát itt töltünk, és ezzel a 2 éjszaka alatt bejárjuk ezt a környéket, aztán indulunk tovább az én álmaim helyére, Alboreloba. Milyen rendesek ezek az olaszok, kávéval, rozéval várnak minket. Hello, Verával! Szerintem én ide is költözök. Ismerős telepen járunk, itt már voltunk egyszer, de ez egy nagyon szép hely, Bari városában vagyunk. Elindultunk most az Óváros felé, végig megyünk egy ilyen Fashion Street-en. Itt hát minden márka megtaláltam, hogy nálunk a Váci utcában, és a végén van az Óváros, ahol Santa Clausnak a sírja van, meg nagyon sok minden. Mi már láttuk, de itt van velünk Vanessa meg Dani, úgyhogy őket most elvisszük erre a kis kirándulásra. Igaz, Dani, Vanessa, elviszünk veteket egyet kirándulni. Megyünk erre kirándulni. Igen, felvettem a túracipőmet. Kedves híres vloggerek, elvisznek minket kirándulni. Bizony. Leszálltok, kérdeztem, olasz vagy itt szeretett? Hogy ne! Bejöttünk az Óvárosba, kis sikátorokon. Egyébként úgy emlékszem, hogy ezek mind, igen, ezek mind üzletek, csak szerintem este fognak kinyitni. Igen.
pizzéria mutatja az, ami arra balra. Bárba nevetszünk. Feri úgy döntött, hogy eszik egy prosciutto pizzát, és kapott egy virslis pizzát. És hozzátartozik, hogy a Feri alapjánata nem szereti a virslit. Finom. Nézik el a pozitív oldalát. Igen. Dani viszont nagyon jót eszik, hogy evett, mert már elfogyott. Igen, tényleg. Mit ettél? Hamburger, marhahús. Marhahús. Van ezt a pedig? Én a klasszikus olasz margarita, egyszerű, de finom. Én carbonárát, meg megkóstoltam a pizzájukat. Nem. Köszönöm elég. Kitaláltam egy jó dolgot, mivel nagyon illedelmesek vagyunk, és nem tudjuk eldönteni, hogy hogy legyen ez a mai fizetés. Arra gondoltam, hogy aki fele megáll ez az írás, tehát... Mert megpörgeti a Feri. És azt fogja fizetni. Várjál, itt ül szembe Feri, ott ül Dani. Itt ülök én, és itt van ez a... Itt. És akkor Feri pörget. Megint hozzánk kerülni? Senki nem. Szomszédasztalnál fizetnek. Nyilván ez nem érjen. Igen. Dani. A Dani fizeti a vacsorát. Oké. Rengeteg ember van, gyönyörű szép ez a kis utca, nagyon sok turista van, és hát Bári nagyon szép, érdemes megnézni. Vikinek sajnos mindig dolgozni kell, vagy egy picit így. Hihetetlen, hogy eljöttünk, amióta idekeztünk, csak fellépések, hogy megcsörög a telefon. De az hát, jó! Igen, legyen így mindig, úgyhogy. Persze, hogy nem lehet kihagyni a fagyirellót. Én rizses csokit kértem, és stracciatellát. Azt mondják, hogy itt az igazi téraformnak a itt van eltemetve. Szent Miklós püspöknek vannak egyébként itt a csontjai, ide hozták valamikor, és azért megy be mindenki ebbe a templomba, úgyhogy megyünk mi is. Lejöttünk a tengerpartra. Dani akar fürdeni, csak nagyon hideg a víz. Megérkeztünk Polignánóba, a mai napot itt töltjük. Megnézzük a tengerpartot, megnézzük nagyon sok mindent. Jaj, de édes kutya! Fajlán. És ez a második napunk. Mai napot itt, ezen a kis településen töltjük. 8 napra jöttünk el, mind a 8 napot egy másik helyszínen fogjuk tölteni, úgyhogy megpróbáljuk nektek is bemutatni Pugliát. Én mindig azt mondom, ahol pálmafák vannak, ott jó világ van.
látvány. Itt már másodszorra vagyunk. Igen, és én néhány évvel ezelőtt fülöttem ott bent. Bementünk a sziklák alá, úgyhogy csodálatos volt, de most is gyönyörű. Onnan fentről jöttünk le ide, és megyünk még le egészen oda a strand részig. Ez ilyen szintkülönbséggel, első szint, második, harmadik szint ott lent. Gyönyörű helyen vagyunk. Szerintem itt Pugliának ez az egyik legszebb része, én azt gondolom. És Báritól mindössze 30 perc vonatútra van. Városi részben Polignánónak, itt vagyunk a kis központi helyén, ettünk egy, mi is volt a neve neki? Fokácsát. Fokácsát, tradicionális polignánói étel, ami egyébként ugyanaz, mint a pizza tészta, csak azt mondják, hogy tesznek bele krumplit, és az eredeti az paradicsom és oliva van rajta, hát valami eszméletlen finom volt. Csodálatos helyen vagyunk, déjà vu érzésünk van, itt már voltunk Didiékkel, Jessiékkel, Hennáikkal, de hát minden nagyon gyönyörű, úgyhogy. Szép. Hát ugye, mert ennek a dalnak az eredeti előadója Polignánóval született. Nem tudom elénekelni a dalt, felénekeljében. Volare, oh, cantare, oh, valami ilyesmi. Igen, szóval az eredeti előadó, hogy megkeresik a szobrát is neki. Eljöttünk a magasba, és nekem ez egy azért nagyon tetszik, mert pár évvel ezelőtt, itt jártunk, én itt fülöttem ebben a vízben, és innen fentről akkor nem csodáltuk meg, de most feljöttünk, és ez egy nagyon szép hely, és elkap ilyenkor a déjà vu érzés, hogy mi történt akkor. Gyönyörű volt. Nagyon jó időben vagyunk itt, hogy május elején vagyunk, mert kellemes a népesség. Nincsen rengeteg ember, nagyon sokan vannak, de nem annyi, hogy nem lehetne megmozdulni. És szerintem Polignánónak a legcsodálatosabb részén vagyunk. Ez az öböl rész minden rész. Jól mondom, Dani? Domenico Modugno, aki a Volare című dalt énekelte eredetiben. És ide valósul, itt született, ebben a városban. Harmadik napja vagyunk itt Pugliában, Dél-Olaszországban.
a mai napunk egy olyan helyre érkeztünk, ami nekem régi nagy vágyam volt, Albero Bellóba. A busz mögött van a város, úgyhogy mi most elindulunk, átvettük a szállást, és itt töltünk egy pár napot, pontosabban 6 napot, és innen megyünk még tovább mindenhova. Úgyhogy gyertek velünk, és nézzük meg ezt a kis csodaszép városkát. Megérkeztünk a hotelbe, Hotel Silvába vagyunk megszállva, eljöttünk a Túlok falujába, ami csodaszép volt, már jöttünk felfelé, Vanessa azt mondta, hogy ez a törpék városa, úgyhogy megnézzük, hamarosan indulunk neki, egyelőre nézzetek meg, milyen szép kis hotelben vagyunk, és megyünk, megmutatjuk, hogy mi van ebben a kis városban. Csodás helyen vagyunk, ezek a trólok nagyon szépek, de hihetetlen, ugye mi nagyon sokan tudjátok, hogy hiszünk a számisztikába, és hol álltunk meg? A 22-esnél, úgyhogy bekopogunk és bemegyünk. Gyönyörű szépen szólt az orgona, és nagyon tetszett, ahogy játszott az úr. A bazilika után megnézzük a trólokat, de Vanessa megtalálta a legfontosabbat. Itt van ez az isteni finom lopottati való, azt mondta, este vigyünk haza a szállásra. Nagyon-nagyon vakító a fehérség, kicsit zavaró, és hunyorgatunk folyamatosan, de azért látjuk a szépet, és a jót. Ezt meg lehetne venni, ha ide akarunk költözni, mert itt szerintem semmi nincs. Azt mondod? Szobában van. Addig meglátogattam Vanessáékat. Tök jó szobájuk van nekik is. Engedj be, Viki! Nagyon jó a szobánk, úgyhogy tele helyesben vagyunk, 106. Hotel Silva, 106 szoba, van a szájék, 101-re. Igen, szép szobájuk van nekik is. Igen, nekik más. Van egy szép kis előterünk. Gardróbbal. Igen. Tükörrel. Ez a szobánk, minden olyan tükkönyös. Igen. Igen. Itt a fürdőszobák. Ez az egész falu egy ilyen kis mesefalu egyébként. Ilyen kis kőkorszaki, Rédi Béni. Talán, igen. Viszont van a szobához egy hatalmas erkély, ami az egész hotelen van. És át tudjuk menni a Kávaresszájékhoz. Mondjuk hozzá egy pont nem, de pár szobában igen. Aha. Szuper. De szerintem csendes lesz az a szoba. Tudunk igen. Itt aludni. Egy kis autómozgás az van, de nem vészes. Igen. Gyertek vissza a szobába.
Úgyhogy átöltözünk, és elindulunk vissza a kisvárosba, ahol már ettünk egy jó ebédet, és direkt nem akartuk ellőni a legszebb helyeket, mert az estét kint szeretnénk tölteni a városba. Valaki Görögországnak nézi. Kicsit nekem görög falus, de egyébként gyönyörű. Tehát innen most ez a pont, ezt le is fotózom. Na, várj, fordulok. Már csak egy zöld kell, de azt se ne rosszám, hogy... Bejöttünk egy kis üzletbe, és megkívántuk a prosciutto-tól sonkát, az összeset, úgyhogy rendeltünk egy mixtálat, sajtmixer, sonkamixer, szalámimixer, Bread mixer, és kiülünk egy kis aperol spritz mellett, és megesszük. Luca a barátunk lett, de jöttünk ebbe a kis boltba, és mondtam neki, hogy csak egy kis kóstolót, egy kis tesztet szeretnék kapni az ő termékéből, és hát csodák, csodáját látom ott benne. Én már? Még nem. De nagyon kíváncsi, hogy itt izgatottan várjuk, mert meg is terített nekünk mindent. Azt mondtam, csak egy kis kóstolót, tehetszeret, mi az? Sonka, szalámi, meg egy kis csízrá, és közben azt látom, hogy Lukám már még savanyú, vagy zöldeket is szedett elő. Úgy látszik, hogy nézi a dalamat. Valamit olyan szeretettel csinálta, csillogott közben a szemem. Mondtam neki, hogy a Vanessa nagyon szereti a paradicsomot, és most idejött és mondta, hogy Vanessának külön hozza a paradicsomot, a szállított paradicsomot. De én is szeretem egyet, az Vanessa. Adom. Azt a mindenit, és kapunk hozzá, azt a finom hagymás kis valamit. Szerintem már nem vacsorázunk. Mi most egy kóstolót szerettünk volna elni, de tényleg. Minimális egy kis kóstolót, és vendég. Luca jön már? Még Luca nem jön. Még mindig készül. Na, várjál csak, várjál. Indul Luca. Wow, hogy én megyek érte, nem ő hozza Luca. Oda nézhetek. Azt a becsárját. Oh, Luca! Very, very good! Chichu! Brad! Thank you, Luca! Sajtó! Istenem! Ennyi volt Lukának a műve. Ez nagyobb volt, mint a sáskajárás. Nagyon jó volt, de azért nem gondoltam volna, hogy négyen meghívunk, aztán semmi nem marad, és még egyébként bírnék enni, ha hozna egy kis sonkát, prosciuttót. Nagyon szoros. Vanessa, nem etted meg a csilis sajtot? Azt nem. Már nem bírtam már nagyon nekivágni. Hát azt nem adjuk ki, tehát ez a legfinomabb sajt. Vagyunk, sziasztok, ismételten a Bellobellóba, bejöttünk a Trulló Múzeumba, végig vagyunk a múzeumban, megnézzük, hogy néztek ki belül a múzeumok, vagy nem tudom, hogy minden,
megyünk, nagyon sokan vannak, végre bekerültünk mi is, úgyhogy gyertek, nézzetek körül elő. Hogy mi ez a dolog itt fent, hogy mérleg, és mennyire látszik, hogy a fiatalok, akik ugye 1999-ben születtek, nagyon meglepődött az Dani, hogy elmondtam neki, hogy ha valaki akart venni 1 kg 30 deka valamit, akkor súlyokat tettek rá 1 kg 30 dekát, ide pedig pakolták a terméket, amit kért. És Dani elkezdte, nem áll, nem volt semmi kijelzője, és mondta, hogy nem. A hivatalos neve, és szerintem itt az egyik legnagyobba voltunk most, mert nagyon sok apró van. Ebben volt emelet is, felső szín. Ez lesz egy múzeum, megmutatják, hogy milyen volt régen, de érdekes dolgokat tanultunk. Úgyhogy Dani, te tanultál valami újdonságot ma? Persze. A mérlegen. Mit tanultál? Nem csak az mérlegen. Mosakodó. Az, hogy bent vécéztek. A gyalupad mellett. A gyalupad mellett. Mi volt neve? Hát a szögőszék. Minden jó volt. Minden jó kis osztálykirándulás volt. Igen. De azért jobb 2023-ban jelni. Sok rosszabb. Panna melone, sárga likőr, vagy sárga dinnye likőr, és Vanessa? Lent az üzletben nem ihattuk meg, úgyhogy vettünk két poharat is hozzá. Majd én fordítom a szituációt, jó? Figyelj, van ezt, ha most megbeszéljük a frankót. Volt, két feles van benne. Igen. Azt a... Akkor egyébként... Albero Bellóra, Pugliára, rátok, ti rátok. A sárga dinnyére. Egészségetekre. Na kíváncsi vagyok a reakcióra, mit éreztek, amikor lecsúszik ez a kis likőr. No? Én egyébként annyira a sárga dinnyét nem szeretem, de italba bármikor menni. Ez meg annyira finom, hogy nagyon édes, egyébként likőr, Dani, megkóstolod? Hát, ittam már ja. Nagyon finom. Most, hogy megittam, Dani, te is itt vagy? Ebéd előtt jó lesz. Ez csak egy finom, ez szerintem nagyon minimális százalékos alkohol. A fény sugarában együtt. A fény útján. Túl a nagyon komoly, nagyon komoly salátás, szalonnás, szalámistálon. Szétfeszülök. Megvolt, kipipáltuk ezt a várost is, és holnap megyünk tovább egy másikba. Gyönyörű meseországban vagyunk, Törpék városában. Minden nagyon szép. Egyébként pont Dani kérdezte meg, hogy ennyi volt. Igen, itt ezek a kisvárosok szerintem egy napot, hogyha így van idő egy egész napra, mint most mi úgy jöttünk el, hogy legyen, egy egész nap el lehet sétálgatni, enni, inni, fotózkodni, és másnap tovább menni. Úgyhogy holnap találkozunk egy másik városban. Bizony. Sziasztok! Sziasztok. Már nem mondom, hogy jó reggelt, mert kerekem 12:30 van. Egy kicsit sziasztáztunk így délelőtt, és elindulunk a negyedik állomásunkra, Locorontódóba. Az is egy ilyen kis trúlos falu, de azt mondták, hogy nagyon-nagyon szép, úgyhogy szemben van a vasútállomás, és megyünk, busszal megyünk, mert tudni kell, Olaszországban, talán már mondtam, a buszhálózat is, és a vasúthálózat is baromi jól ki van építve. Sehol nem kell kocsival menni, mindenhol el lehet jutni. Úgyhogy mai célunk Locorontódó. Gyertek velünk! Úgyhogy maradjatok itt. Még mi se tudjuk, hogy mi vár ránk. Valószínűleg nagyon szép látvány, hogy Viki is mondja, mert minden az egyébként itt Olaszországban. Reméljük, hogy jól fogjuk magunkat érezni. Ebédelünk egy jót, hát mint mindig. Vacsorázunk egy jót, mint mindig. Igen. Hazamegyünk 5 kilóval pluszban, mint mindig. De nézzétek el nekünk.
Hát sajnos így, 50 fele már minden fog az emberek. Szokták kérdezni, még a víz is. Hoztatok valami ajándékot? Persze, saját magunkon 5 kilót. Így van. Na, maradjatok itt ebben a videóban, jó? És még lesznek remélem, hogy szép és jó dolgok. Megérkeztünk Locorontódóba, és most elindulunk a város körbenézni, úgyhogy gyertek velünk. Itt is nagyon sok trúló van, és nagyon sok a fehér ház, de megkeressük, hogy mi a legszebb része. Erre irányítottak bennünket. Most éppen siesta van, ugye szokásosan Olaszországban, úgyhogy megyünk és körülnézünk erre. Gyönyörű kis park, kilátás. Egyébként Locorontódóról mondják, hogy itt is vannak sok trúlók. És igen, ezek nem úgy, mint Alboro Bellóba. Itt azért kis, kisebb blokkokban vannak elhelyezve, de nagyon szépek, úgyhogy megnézzük őket. Bementünk a templomba, ez egy ortodox templom volt. Meg is lepődtünk, mert nem a katolikus vallás szerinti szobrok, meg képek voltak kint, és megkérdeztük a hölgytől, mondta, hogy ortodox templom, de nagyon szép volt. És biztos, hogy van még itt van a katolikus templom is. Szintén egy nagyon szép kis városka ez a város. Hát itt egy kép, amire rá lehet mutatni, tehát azért ez valami... Ó, de feeling! Vanessa? Templomot, úgyhogy azért benézzünk ide is. Sziasztok! Hogy mielőtt elaludnátok így a videó alatt, most nagyon röhögnek rajtam a... Azért, mert mi érezzük úgy, hogy el tudnánk aludni, mert annyit gyalogolunk, annyit megyünk, és ma nagyon meleg van. Tényleg nem tudom hány fok lehet, de tűző napon vagyunk, Locorontódó, vagy ki sem tudom mondani, hogy hol vagyunk. Ez is szintén nagyon szép város, Locorontódó. Igazából itt nem tudnám megmondani, mi a jellemző, a fehér falak azok biztosan, rengeteg a turista, itt is rengeteg turista van, trúlók is vannak, de itt már nem lakják, hanem inkább a hát ilyen hétvégi kerti házaknak látjuk őket, szőlő és oliva földeken vannak trúlók. Nagyon szép kis helyeken jártunk, jót ettünk megint, és most úgy vagyunk vele, hogy el tudnánk pihenni, úgyhogy sziasztázunk itt ebben a csodálatos parkban. Na most elmondom az én nyelvemen is, jó? Mondjad. Igen. Tehát a siestáznak itt mindenki
kimerültségig dolgozta magát reggeltől, és most egy pár percig pihennek. Igen, nagyon sokat faltunk, túl sokat, megfájdult a hasam is, mert kiválasztottunk egy olyan kaját, amiről nem tudtuk, hogy van főzelék, nem? Hát szerettem volna már adni egy levest, mert az itt annyira nincsen, és hát ez mégis hüvelyes leves volt, hát gondoltam volna, hogy bab, borsó vagy lencse, de ez konkrétan egy bab főzelék. Bab, lencse, főzelék volt minden, csak finom volt, de azért kőkeményen oda tette magát. Holnap megyünk Martina Francába, aztán megyünk Materába, aztán Trániba is megyünk még, megyünk a, most nem tudom pontosan nevét, ahol van a cseppkőbarlang, úgyhogy hát legyen elég a gigás kártyád arra, hogy ezt felvett. Van, van még 42 giga, és van pluszban még egy 32 gigás kártyám. Úgyhogy mi, azoknak, akik minket néznek a YouTube-on, azoknak mindent meg szeretnénk mutatni, legfőképp azoknak, akik nem tudnak eljutni, vagy nem akarnak eljutni ezekre a helyekre, akkor mi úgy bevisszük az otthonukba, így a képernyőn keresztül, a telefonon, illetve a számítógépen, vagy most már az okos tévén keresztül csatlakozhatnak a YouTube oldalunkhoz, YouTube csatornánkhoz, és sok mindent tudtok ott. Igen, és mondtam az előbb Daninak, beszéltük Dani DJ, Dani Grunnak, Földi Daninak, hogy egy ilyen olaszországi útról, aki még először jön, valószínűleg ő is úgy volt vele, hogy elmegyünk Bariba, és ott leszünk. Én azt gondolom, a sok, és most mondhatom azt, hogy tapasztalatban mondom, nagyon sok helyen jártunk, mindenhol elég egy nap, tehát egy napot szállni, mert nem tudnánk 3-4 napot mit csinálni egy településen. Nekünk Nápoly is elég volt egy fél nap, és mégis bejártuk, mégis jól éreztük magunkat. Amikor az Amalfi parton voltunk, ott is 7 nap, 7 város. Most ugye 8 napra jöttünk, 8 város, úgyhogy kipipáljuk Pugliát is, azt gondolom. Jó, hát a távirányított mindenképpen mellőzzétek, még hozzatok be chipset, finom borokat, akármi mást, ami még úgy így a műsor mellett szórakoztató, kellemes tud lenni, mert még hosszú a videó. Most mi béreltünk egy autót. Igen, bérünk egy autót, és így megyünk el Materába, meg Monopoliba. És milyen érdekes, dettó, ugyanazt az autót kaptuk, ami nekünk 20 évvel ezelőtt volt, egy Fiat Puntót, bár a milyen sportig volt, de ugyanilyen black, fekete volt, igaz van ezt a? Utazunk a frankó kis olasz utakon, ha bár nem olyan frankó, mert ugyanolyan kátyúik vannak, mint nekünk, ebben hasonlók vagyunk, nem Dani? Ja, hasonló. Ugyanolyan kátyúik vannak, mint nekünk vannak otthon az utainkon, nem Keke? Igen, igen, de itt hátul ülve egész nosztalgikus hangulatban van ez a kis Fiat Punto. Túricsén voltunk, soha nem felejtem el egy jó kis koncerten. Egy másik autó, szintén egy Grand, vagy Grande Punto, vagy Grand Punto, hogy hívják. És nagyon-nagyon sokan szerettek volna fotózkodni, mert amit tudtunk megtettünk, de siettünk a másik helyre. Annyira rohantunk, kiléptünk a futballpályáról, ahol volt a koncert, kiértünk az útra és puff, megállt az autó. Ott is elszakadt a vezér. Jó, de most annyira érdekes. Egészség. Ez így volt. Így volt. Megérkeztünk ma Materába, ez a város a mai célpontunk. Ez egy igazi külváros, és bárkivel beszéltünk, azt mondták, ezt nem szabad kihagyni, úgyhogy megyünk és megnézzük, hogy milyen volt az élet a kövek között, a kőlakásokban, barlanglakásokban, vagy nem tudom, miben, de egy külvárosba megyünk. Így van, Frédi és Béri városa. Látás, ott voltunk az előtt. Nem elég, hogy az épületek milyen körben vannak, hanem úgy csak sziklák vannak a falba, és barlangok.
leültetek bisztrózni. Igen. Egyszer csak ideértünk egy térre valahogy, a szűk lépcsőkön. Körbe mentünk ezen a kőváron, nagyon sok lépcsőről jöttünk be, és itt fent van egy tér, hogy ez az eleje vagy a vége, nem tudjuk, nekünk a közepe, mert mi vissza fogunk menni, úgyhogy menjünk és együnk valamit. Hogy bírod, Dani? Elhagyok még, én bírom, jól érezzük magunkat. Igen. Jó a programok. Igen. Csak sok a turista. Igen. Tényleg jó. Csak próbáltam rátalálni a mondatokra, mert úgy kezdted, ami egy nagyon híres videóban is van, nem? Hát, ja. Hiszen Maján is van, de legalábbis. Ja. Szeretet ünnepe. Szerintem mi ne speakeljünk, mert Viki sokkal értelmes a dolgokat tud mondani. Szerintem is inkább hagyjuk abban. Jártuk itt a materai külvárost, lentről, fentről, jobbról, balról, mindenhonnan megnéztük. Ettünk egy nagyon jót bent egy kis étteremben, nagyon feelinges volt, mert egy szűk kis folyóson ültünk, mögöttünk a külvárost. Most kiértünk a város mai központjába, ahol több száz fiatal gyerek van, mert osztálykirándulásokat szerveznek ide ebbe a kis városba. És mindenhol, ez csak egy tér, de ahány téren jöttünk keresztül, ekkora zsibongás, eszik a kis szendvicset a gyerekek, úgyhogy nagyon hangulatos város. Úgyhogy most kocsiba ülünk és megyünk egy másik városba. Most érkezünk meg Monopoly városába, úgyhogy gyertek és nézzünk körül itt is, mert ez is a szépségéről híres. Csak jót nevettem az előbb, Danin. Megijesztettem, igen. Nagyon szeretik ijeszgetni is, Dani. Mindig megijed. Hatodik napunkhoz érkeztünk, és ma
Martina Francában vagyunk, ez egy olasz kis város. Megint csak azt tudom mondani, hogy semmit nem tudunk róla, itt vagyunk, megnézzük, de az biztos, hogy a Fashion City-re értünk ki a buszmegállóból, és ott fogunk bemenni az óvárosi részre, és a mai napot itt töltjük. Ez az utolsó előtti napunk, még holnap van egy nap, úgyhogy ezt még töltsétek velünk. Itt ma már egy kicsikét szemerkél az eső, de azért nem ijedünk meg. De ott is látok egy gyönyörű katedrális vagy templomot, úgyhogy lesz mi bemutatni nektek, gyertek! Még mindig jók a programok! Szép kis utca, nem? Aha. Igen, megyünk lefelé a... Hova megyünk? A bazilikához. Ebédeltünk. Nem mondom, hogy hú, de jót ettünk, de jót ettünk, úgyhogy... Csillapított az éjségünket. Igen, igen, ott. És gyönyörű, szép, félkörül alakú épület. Mellette pedig a bazilika látható, hát... Oh! Itt vagyunk egy sétálócán, és szinte csak mi vagyunk meg egy-ketten, mert megkezdődött a siesta. Igen. Konkrétan kettő óra van. Egyébként nem rossz ötlet, de túl is csak én nem szeretem ezt itt Olaszországban, hogy ebéd után siesta van, és minden bezár, bárhol megyünk, nézzétek meg, egy-két ember tud tatangolni. És tényleg minden bezár, hogy szüvet is la.
hogy csapódnak az ajtók. Véget ért a 8 napos fugliai kirándulásunk. Ma este indul a gépünk, úgyhogy ma még elmegyünk Tránival. Vanessa már jön lefelé, Dani is jön lefelé. Úgyhogy indulunk az utolsó állomásra, és este 10 óra 40-kor felszállunk, és éjfélkor landolunk Budapesten. Úgyhogy még ma tartsatok velünk, aztán holnap már otthon köszöntünk benneteket. Bye bye, Italy! Buonasera! Ciao Marina! És itt vagyunk Bariban, vagy Bariban, ki hogy mondja, indulunk haza. Van még egy 4-5 óránk, de égszakadás van, úgyhogy nagyon nem tudunk menni sem erre. Elmegyünk a Kentucky-ba, eszünk valamit, és kimegyünk a reptérre. Közben nosztalgiázunk, hogy itt szálltunk meg, amikor jöttünk Hotel Leon Doro épülete. Itt volt a szállásunk, amikor megérkeztünk. Még szerencse, hogy akkor napsütésben volt, és tűzött a nap, nem pedig szakadó esőben. Iszonyatosan viharos idő van. Igen. Nem is tudom, hogy mi lett volna velünk, hogyha ilyen időben kellett volna itt lennünk az egész héten. Szerintem hazamentünk volna, nem van itt volna. Vettünk volna a repjét, de menjünk bejebb, mert rávesik az eső. Igen. Leszakadt a tényleg. Mennek az autók. Megérkeztünk Máriba, leszakadt az év, úgyhogy hatalmas nagy esőben voltunk. Küzdöttünk, hogy inkább elmegyünk a reptérre, úgyhogy délután 3-tól 2001-ig ültünk a repülőtéren, de mi mégsem kibírtunk, de Dani. Dani, az megszenvedte. Úgyhogy megszenvedted a mai napot? Á, nem, dehogy. Nagyon. Úgyhogy jó, itt vagyunk, egészségesen, épségben hazaértünk.